Az ősi fészekben járunk, hát látszik, hogy ősi, hiszen majd a kamera körbejár és megmutatja, hogy mi lett a valaha otthonos lakból. Például itt van egy fal, ami átjárást biztosított a másik épületrészbe. A fal mögött volt egy kis szoba, kis telefonja, az megszűnt. A helységek, azok látszik, hogy bizony évek óta használatlanok. Látszik az is, hogy a hűtésrendszer az viszont részben fel lett újítva. Keretek cserélve az ablakkeretek. A redőnytagok azok maradtak a régiek. Hát értelemszerűen a tapéta, a festés, az nem javult. A megmaradt légőrkutatok, cserélt ablakrészek azok itt vannak, senki nem hordta el valami oknál fogva. Tehát ez így néz ki. A közlekedés folyosó, itt is látszik a komplett fűtésrendszer cseréje, avval a szomorúsággal, hogy a régi csővezetékrendszer még megvan, nem tudom, mikor fog innen eltűnni, vagy hogy szólt a szerződés, most nem ismerjük, kinek a feladata ezt eltüntetni. Ebben a helységben is ugyan látható a fűtésrendszer cseréje, meg egyszerűen igénytelen a régi emlékeknek a elhordása, de ez meg se történt. Szemét fölhalmozva a fűtőtestek, a hétfőn hagyja. Talán ezzel még el lehetne belengedni, hogy érdemesebb volt falon kívül vezetni mindenütt a fűtéscsővezetékeket. Nem igazán elegáns megoldás, azt gondolom. Nem divat manapság már. De a szemét az, és a hátrányított anyagok azok jól tetten érhetőek. Itt látszik, hogy a födém áttörésre került, és a fölöttünk lévő szintről három szendvicscső érkezik, és elegánsan el van fedve egy itong halazással. A nyirázzálók a hagyományosak, a régi, ki tudja mikor ilyet már. Ez egy ilyen világító ablak, ez hiszem azt a célt is szolgálta, hogy a lenti alaksorba juttatott fény. Ha tovább lépünk, a bekukkattást nyerünk a WC-be, illetve mosdóba. Itt egy felszálló vízcsövet látunk, a funkciója számomra felismerhetetlen. A régi fűtési rendszer van akár a WC-ben, akár itt a mosdóban kilakítva. Az látszik, hogy a álmennyezet meg van bontva, a fölém áttörve, és szintén fölülről egy szennyvíz cső van átvezetve a téren. Az ököknek a irodája, nagy irodája látható. A fűtéshez itt nem nyúltak hozzá, fűtésrendszerhez a fűtőtestek, amik korábban összegésre kerültek. Ezek új építésű közműcsövek, gondolom szennyvíz, felszállóvíz, áttörve a födén, fölül, alul, helyreállításnak nyoma nincs, álmennyezetnek letépve. Ott úgy tudjuk, hogy arról volt szó, hogy az ilyen jellegű átalakítási munkák után a teljes helyreállításnak már meg kellett történni. Hát ha ez az, akkor tudomásul veszünk, de nem tudjuk elfogadni. Szemét. Ez a helység volt a Vigának a egyik irodája, itt láthatóak a régi fűtéscsövek, látható az, hogy valamoknál fogva
ezzel el lett vágva, meg van szakítva, azt sem tudom, hogy egyáltalán ez működőképes-e vagy sem. Kilépünk újra a kerengőre. Kép önmagáért beszél. A romlás virágai növekszenek. Itt is van egy repedés a falon. Álmennyezet tetején megbontva, a biztonsági dobozok megbontva, a fűtés valami oknál fogva félbehagyva, tehát azt kell lássam, hogy a fűtési rendszer korszerűsítése egy idő után abba maradt. Az Isten tudja, hogy miért. Az Aligának volt egy berendezett konyhája, amit persze használt a szolgáltatás is, tehát egy közös konyha volt. A konyhabútorok azok viszonylag jó állapotban várják a sorsok jobbra fordulását. Talán ez a helység, ami a legkultúrált a vállalatban van, annak cserei sem történt. Ez a régi elnökség terme. Itt van három kicserélt ablak. Úgy látom, hogy lehet, hogy fával van, de műanyag borítással. Bemutatom. Mennyedete függesztő szalagok, hát ennek mi van az oka, hogy több alkalommal volt már bérbeadva a helység külmezésre. Hát mondom, hogy tették fel a külmezésre szükséges berendezéseket, eszközöket. Ez volt a előszoba, itt töltöttem hosszú éveket ezen a helyen. Bocsánat, hogy magamat hoztam előre, velem szembedő Marika. Viszont pillanat cserélve a fűtőtest cserélve van. Az ablakok cserélve, bár nincsenek színre festve, de ez apróságnak látszódik. Itt is cserélve van a fűtőtest. Hát a maradványok azok pedig maradtak. Nem tudom meddig. Hangonyozóval elnökségből sem beszéltünk, és ő azt mondta, hogy a vállalkozási szerződés magába foglalja a helyreállítás költségeit is, az pedig hát javarészt ki lett fizetve, a helyreállítás pedig hát mindenki láthatja, hogy mennyiben valósult meg. Lépjünk tovább. Elérkezünk a volt elnöki irodakomplexumban. Itt valamikor könyvtár működött, egy gázkandalló, az elnöki szoba berendezés nélkül. Ide tulajdonképpen volt az elnöki dolgozó rész, ami valaha téli kelet volt, látszik a padozaton, de itt volt a Istennek a íróasztala, itt alkotott és hát fogadta a vendégeit, akivel tárgyalni a kellett, és nem pedig beszélgetni. Itt is a ablakok cseréje megvalósult, a regények azok változatlanul megmaradtak, és úgy látom, sor került a fűtőtestek cseréjére is. Hát összességében elég garangoló a látvány, hiszen az is látszik, hogy itt idestól a 10 éve nem sokan tették be a lábukat a mesterembereken kívül, csak a srác könnyen munkát végeztek, tehát ez maguk mögött. Új fűtőtestek, a különböző kicserélve az ablak, a régi egyet hagyival gondoltak el a mesteremberek. Ez a kétségbejtő látvány fogad a szakvezető szobájában. A padlószó még összehajtva, ide téve, ki tudja, hogy milyen állapotban vannak. A kiszerelt faelemek fölhalmozva. Itt is ki lettek cserélve az ablakok. Köszönöm.
És hát egy nagyon szép fal, keműves kellene lenni is, lehet, hogy be van építve. Gyakorlatilag pandantja a másik oldalon látható falnak, ugye a kettő között van a kapu bejáró, amit állítólag azért kellett így alakítani, ami még fölgyet ragaszkodott hozzá, hogy a épületnek ez a képe visszaálljon az eredeti formájában. Az a helyzet, hogy ezáltal viszont vesztettünk olyan 10-15 négyzetméter hasznos teret, bár maga az épület mindenképpen esztétikusabb a küllemére vonatkozóan. Hát ez van, hogy lehet nézni. A épületet átalakítók nem vették a fáradtságot, hogy maguk után megalapodás szerint rendet tegyenek. Nyilván ezt majd vagy velük kell elintézni, vitával, vagy szép szóval, bár a mai napot felidézve inkább a vita a várható. Az eredménye az elég kétségesnek tűnik a számomra. Ha pedig ez eredménytelen, akkor bizony ennek a költsége nem 3 fillér. Újra kiléptünk a fogadótérbe, ami valamikor nagyon szépen nézett ki, szőnyeggel, ülőgarnitúrával. Most helyette azon, amit láthattuk a képen. Összességében az épület részünk nagyon gyalázatos állapotban van, meglepően. Én azt reméltem, hogy az elmúlt idők átalakításai erre a szintre és olyan változásokat hoznak, amire meg öröm lesz nézni, eljette az ellenkezőjét a tapasztalatom. Ami feltűnik, látható, hogy a többségi tulajdonos felépített egy új lépcsőházat, korábban cserédlépcső volt, azt kiegészítette, ahogy látom, tetőtérbeépítéssel is foglalatoskodik, nyilván előző szükséges engedélyeket a VDSS szolidaritás akkori vezetése számára megadta, hogy milyen feltételek és konstrukciók mellett, én azt nem tudom. Kiderül a iratokból, amiket hát nagyon különleges dolog összeszedni, mert különféle személyeknél lelhetők fel, és nem egyben.